Telefonálni szeretnék. Szia, ciao. Fogy az árukészlet. Vinnék még nekik. Értem. Tessék. Köszönöm. A célszemély Dongu felé tart. Maradj rajta. Szia, Yang Yang. Itt vannak az ige testetölt példányaid. Köszönöm. Még ma kiküldöm őket. Mostanában sok letartóztatás történt. Légy óvatos. Úgy lesz. Képzeld, van egy rokonom, aki prédikátor. Jó ember. Tegnap beszéltem neki Isten új munkájáról, és szeretne többet tudni róla. Csodálatos. Aki mindenható Isten szavaiban meghallja Isten hangját, az az ő juhai közé tartozik. Mi lenne, ha holnap? Ki az? A karbantartók. Az alsó szomszédjánál beázás van. Megnéznénk a vízvezetéket. Kik vagyunk? Rendőrség! Ne mozdulj! Anya! Anya! Mit művelek? Rendőrség! Ne mozduljanak! Yang Yang! Anya! Anya! Le a földre! Anya! Ne bőj! Ez magánlaksértés! Van engedélyük? Anya! Neked kus legyen! Le a földre! Ne mozdulj! Mindent kutassatok át! Maga meg mit csinál? Van bőr a képén. Valamit kidobott. Ne mozduljanak! Találtunk egy táskára való könyvet. Százados. Ezt dobta ki. Telefon és címjegyzik. Istenem. Ebben a címjegyzékben testvérek telefonszámai vannak. Milyen óvatlan voltam. Kérlek, oldalmazd meg őket. A francba. Ennek annyi. Vigyétek be mindet! Tessék! Befelé. Fogtunk egy vallásos nőt. Vetközni! Motozás! Engedd el! Azt is vedd le! Engedd el! Ne tehetik!
Uram, itt van. Ott állj meg! Rendőrfőnök úr, egyik telefonszám sem él. Mi a neve? Hol lakik? Mikor költözött ide? Magához beszél. Mióta hisz mindenható Istenben? A gyülekezetben milyen felelősségei vannak? Kik ezek az emberek a füzetében? Mi a feladatuk? Válaszoljon! Mindegy, ne fáradjon. Ezt a sok nevet és telefonszámot elnézve, maga biztosan vezető. Hé, hey, maga egész csinos nő. Tudja, egy ilyen fiatal, csinos nő foglalkozhatna bármivel, ha? Miért kell Istenben hinnie? Lőigazgató úr. Lőigazgató úr. Lőigazgató úr. Nos? Egyelőre semmi. Foglaljon helyet. Lőigazgató úr a közbiztonsági hivatal vezetője. Ő fogja kihallgatni magát. Bizonyára érti, milyen súlyos ez az ügy. Mondja el nekünk, hogy mit tud. Már elég régóta figyeljük magát. Tudjuk, hogy gyülekezetvezető. Azért hoztuk be, hogy többet tudjunk meg a gyülekezetéről. Amennyiben együttműködik velünk, és elmondja, kik a gyülekezet vezetői, és hogy hol tartják a gyülekezet vagyonát, minden rendben lesz. És békén fogjuk hagyni magát. A hitem nem törvénytelen. Miért csinálják ezt? Hogy miért? A kormány keményen fellép a mindenható Isten egyháza ellen. Vagyis maga országosan körözött bűnöző. Ezért tartóztattuk le. Kínában a kommunista párt van hatalma. Egy ateista, marxista párt. A hit és a térítés kimeríti a párttal való szembeszegülés és az államhatalom aláaknázásának fogalmát. Erre ártatlannak vallja magát. Azt állítja, hogy mindenható Isten, a szabadító eljövetele és az igazság. Hol van Isten? Ki látta őt valaha? Meg tud ő menteni a szegénységtől? Meg tud ő menteni a katasztrófától? Maguk mégis térítenek, rávesznek másokat, hogy Isten kövessék. Ez bűncselekmény. Maguk megzavarják a társadalom rendjét, és aláássák az államhatalmat. Ezért a pártnak el kell nyomnia, és ki kell iktatnia a maguk fajtákat. Azt ajánlom, hogy beszéljen. Ha úgy dönt, hogy őszinte lesz velünk, akkor maga viszonylag könnyen megúszhatja. Hiszek Istenben, mert ő teremtett mindent, és ő uralkodik mindenek fölött. Ezt senki sem tagadhatja. Egyre súlyosabb katasztrófák jönnek. Járványok, éhínség és háborúk fenyegetnek.
Vajon miért van ez? Azért, mert az ember ellenáll Istennek. Csakis mindenható Isten képes megmenteni a katasztrófáktól. A menny királysága végre eljött. Mindenható Isten igazságot szól, hogy megtisztítsa az emberiséget, és elvezesse a királyságába. De a kommunista párt veszettül harcol ellene, és üldözi az ő választottait. Nem gondolják, hogy ez bűn? Bűn? Ha! A párt megsemmisít minden vallásos hiedelmet. Elpusztítjuk a maguk egyházát. Miféle bűn? Ha? Azt javaslom, kezdjen beszélni. Különben keservesen megbánja. Na jó. Látom, nem tudod, mi a jó neked. Gyerünk! Beszélj! Ijedezünk! Ijedezünk, ha? Ijedezünk! Vesz szemét! Kelj fel! Állj fel! Nem beszélsz! Rohadék! A központi bizottság úgy döntött, hogy a magad fajtát nem illegális megölni. Agyon is verhetünk. Aztán elássuk a hulládat a hegyekben. És soha nem derül ki. Gyerünk! Talpra! Beszélsz végre? Felállni! Rohadj meg! Ez kell! Csak nem beszélsz! Csak nem beszélsz! Nyomorult! Hozza ide! Felkelni! Felállni! Állj fel! Ne támaszkodj az asztalra! Állj egyenesen! Maradj nyugton! Nézzenek már magukra. Hogy mernek maguk dacolni a párttal? Mintha a nyúl akarná legyőzni a farkast. Tényleg nem látják, kinek áll a világ? Azzal, hogy vallomást tehet, kap egy esélyt. Ha a cimborái beszélnek, magának nem lesz több esélye. Tartsd rajta a szemed. Ezek ketten biztosan a gyülekezet kulcsfigurái. Bírják szóra őket. Nem érdekel, hogy mibe kerül. Igenis. A mindenható Isten egyháza egyre rohamosabban növekszik. A bizottság és a közbiztonsági hivatal vezetői elsőrendű feladatként jelölték meg az egyházuk felszámolását. Számtalan szigorúan titkos direktívát adtak ki, amelyek hangsúlyozták, hogy diszkréten kell elpusztítani őket. Ez a két fő gyülekezeti tag, akiket maguk behoztak, bizonyára fontos információk birtokában van. Ha a segítségükkel sikerül áttörést elérnünk, és begyűjtetjük az egyház összes itteni vezetőjét és kulcsfiguráját, sőt, a felajánlásaikra is rátehetjük a kezünket, nagyra fogjuk értékelni az önök hozzájárulását. Ki a vezetőtök? Hol tartjátok a közös pénzt? Nyomorult. Még mindig nem köpsz. Nem mondasz semmit. Mondj el mindent! Azt hiszed, ha nem beszélsz, nem tehetünk semmit?
Kemény dió vagy. De így vagy úgy. Még ma szóra bírlak. Rajtam nem fog ki senki sem. Pár napja két embert is felköttettem. Vigyétek! Jó szórakozást nektek! Nyugton! Istenem, nem bírom tovább. Kérlek, ments meg. Ezekben az utolsó napokban bizonyságot kell tennetek Istenről. Nem számít, mennyire szenvedtek, el kell mennetek a legvégsőkig. Utolsó leheletig hűségesnek kell lennetek Istenhez, s alávetni magatokat neki, és meg kell maradnotok az ő kegyelmében. Csakis ez az Isten iránti igaz szeretet, és csakis ez az erős és messze hangzó bizonyságtétel. Istenem, most már értem a szándékodat. Még ha felakasztanak is, akkor sem adom meg magam a sátánnak soha. Hello. Hogy smint? Jól érzed itt magad? Talpra! Gyerünk! Ne támaszkodj! Állj fel! Hé, felállni! Állj egyenesen! Uram? Mi újság? Nem volt jó a rácson lógni. Nem igaz? Átgondoltad a dolgokat? Tudod, nem akartam én ezt. Elég, ha együttműködsz velünk. És nem kell így szenvedned. Ha?
az életben néha alkalmazkodni kell. Eldobni az életed a hitedért. Megéri ez? Ha? Hívő vagy, tehát körözött, politikai bűnöző. Ha továbbra is ilyen makacs maradsz, nem csak börtönbe kerülsz, a férjed is elveszíti az állását. A gyerekedet meg egyetlen főiskolára sem fogják felvenni. Több generáció jövőjét teszed tönkre. Tényleg nem gondolsz a férjed és a saját gyereked jövőjére? Csak a hitedre. Ha? Ha nem beszélsz, a kölyköd is ide kerül, és együtt szenvedhettek. El tudnád viselni? Csak mondd el nekünk szépen, hogy hol a gyülekezet pénze. És már is elmehetsz a lányoddal együtt. Jól hangzik? Ébresztő! Amíg nem beszélsz, ne is álmodj az alvásról! Nyisd ki a szemed! Beszélj, vagy megbánod! Csak mondjál nekünk mindent, amit tudsz. És már mehetsz is haza. Mit szólsz? A francba! Próbáltam kedves lenni, de te csak nem mondasz semmit! Hát jó, akkor legyen, ahogy akarod! Rendben. Átvitetlek máshova. Csak mondom, hogy ott már nem lesz ilyen jó dolgod. Majd csak szóra bírlak valahogy. Gyere! Vidd a kígyóverembe. Vetkőztesd le, és dobd bele. Aztán meglátjuk, megered-e a nyelve. Istenem, úgy félek. Kérlek, adj nekem bátorságot. Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem. Dánielt az oroszlánok vermébe vetették. De Isten nem engedte, hogy az oroszlánok bántsák. Vajon nem vagyok én is Isten kezében? Vigyétek! Halló? Micsoda? Értem. Sürgős ügy, indulunk. Vidd oda, és tarts szemmel. Igen, uram. Halló? A fiammal? A sürgősségén? Jó, jó. Már is ott vagyok. Nyomás! Istenem, megoltalmaztál engem a kígyóverem borzalmától. Olyan hálás vagyok. Már negyedik napja vagy itt. Nem vagy éhes? Mondjál szépen mindent, amit tudsz. A gyülekezet vezetők nevét, és hogy hol van a pénz. És már is kapsz enni. Aztán a családod eljöhet érted. Jól hangzik, nem? Ha?
Sikerült eldönteni? Következő lépés. Aláírás és új lenyomat. Tessék, uram. Ellenszegülsz? Azt hiszed, hogy megúszhatod ezt? Akkor is elítéltetlek. 10 évig nem szabadulsz. Vigyétek el. Indulás! Mozgás! Kifelé! Vigyétek be. Gyerünk! Kettő! Nem könnyű eset. Bírjátok szóra. Inkább meghalok sem, hogy Júdás legyek. Meg kell állnom bizonyságtételemben. Szüle, ezt a szívos kis dögöt magára bízzuk. Ha most vallomást teszel, nem esik bántódásod. Ki a gyülekezet vezetője? Hol a pénz? Nem szegtem törvényt. Nincs mit bevallanom. Mit csinálnak? Mit csinálnak? Engedjenek el! Maguk szörnyetegek! Szörnyetegek! Nem félnek a megtorlástól! Megtorlás? Ugyan kitololná meg, szerencsétlen, ha? Engedjenek el! Engedjenek! Engedjenek el! Azt csinálunk veled, amit csak akarunk. Mit szólsz? Milyen sejmes a bűne. Ne, ne éljenek hozzám! Beszélsz végre? Ha nem, ma éjjel jól fogunk szórakozni! Most mondd, hogy nem élvezed, ha? Ez jól esik, ugye? Tetszik, mi? Nyisd ki a szádat! Beszélj! Nem rossz. Finom puha, nem igaz? Eljövök. Élvezed? Megmasszíroznak, jó? Fordítsd át. Gyerünk. Gyerünk! Ha, 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 ha,
a mindenit. Most én masszírozlak meg. Egész kellemes. Szerjétek! Engedjenek el! Engedjenek! Engedjenek! Ha nem leszel jó kislány, akkor kaphatsz még ezután is. Értetted? Beszélsz végre? Ha nem, majd mi helyre teszünk. Énekelj! Beszélj! Na? Beszélsz végre? Hol van a gyülekezet pénze? Mondd el! Most! Még mindig szivat minket. De majd én elintézlek. A francba. Na milyen? Nem olyan jó. Vagy tévedek? Csak mondd meg, hol tartjátok a pénzt, és leszállunk rólad. Jó? Képzeld, tudok egy jó játékot. Játszunk? Démonok. Úgy bizony. Tényleg démonok vagyunk. Ma bizony, megmutatom neked, mi az a... Démon! Démonok! Ejha, te aztán gyors vagy. Ha nem beszélsz, még ma. Halálra szokkollak! Elégyenek, elégyújjanak hozzám! Minél jobban vergődsz nekünk, annál jobb. Nézzenek oda! Nem rossz, mi? Beszélsz végre! Nyugd már ki! Hol a gyülekezet pénze? Kik a vezetők? Beszélj! Nagyon kis hívós! Nem beszélsz? Üvölt! Hangosabban! Annyira imádom, ahogy üvöltesz! Démonok! Szörnyetekek vagytok. Még ha az életembe kerül is, akkor se szólok egy szót sem. Még egyszer! Beszélj! Te tényleg jól bírod. De lássuk, meddig bírod! Hol a gyülekezet pénze? Kik a vezetők? Mondjad! Beszélj! Majd én ellátom a bajodat. Halljuk! Beszélj! Majd én megtanítalak!
Már megint elájult. Ne félj! Megőrizzük a titkodat. A gyülekezetben sose tudják meg. Gyerünk! Ki vele? Ha nem beszélsz, odalent is kapsz a sokkolóval. Akkor neked annyi. Többé nem leszel nő. Na, beszélsz? Könyörgök, adj erőt! Izgató volt, mi? Élvezel, ha? Mintha millió pici hangya csípne, ugye? Hol a gyülekezet pénze? Kik a vezetők? Beszélj! Ha nem, addig kínzunk, amíg meg nem tök lesz! Adok még egy kicsit. Lássuk, meddig vigyad! Kérd az Istenet, hogy mentsem meg! Na, hol van ő? Hol van? Hívd ide! Én vagyok az Istenet! Beszélj! Francba. Pihenjünk. Istenem, már nem sokáig bírom. Kérlek, ments meg. Kérlek, ments meg! Szátán cüi cán, 我知己, 我看透恶魔嘴脸, 千古仇恨岂能忘, 宁死不屈服撒旦, 身为拯救人道成肉身, 受尽屈辱痛苦, 我享受深爱太多, 唯有环保岂能心甘, 世人就当站起来, 干涉性命见证神, 人虽破碎心更坚, 为神尽忠死而无憾, 就是顺服至死, 也要满足神一次, 就是顺服至死, 也要满足神一次。
is a sátán, hogy kínosszon. Én soha nem vetem alá magam ezeknek a démonoknak. Halálra is kínoszhatnak. Én megállok bizonyságtételemben. Megszégyenítem a sátánt. Szia. Figyeld meg, most összeomlik. Nézd csak, felébredt. Mi újság? Van kedved beszélni? Beszélj. Tudom, hogy úgy is szóra bírlak. Ki a vezetőtök? Hol tartjátok a pénzt? Beszélj! Még ha vasból van is a szád, akkor is felfeszítem! Nézzük meg, hogy ki az erősebb. Te vagy a sokkolóm! Beszélj! Énekelj! Meg! A felébe is. Nem beszélsz? Ha? Majd én megmutatom, hogy ki itt a főnök! Majd meglátom! Beszélsz végre? Énekelj! Mondj valamit! Kit csinálod? Beszélj! Beszélj már! Gyerünk már! Beszélj! Különben itt dög lesz meg! Senkit nem fog érdekelni! Gyerünk! Dögölj meg! Nyisd ki a szádat! Beszélj! Hogy élsz-e, vagy meghalsz? Csak rajtam múlik, értetted? Az Istened sem ment meg tőlem! Beszélj! Thank you.
Francba. Ezt nem hiszem el. Ez a kis ribanc vasból van. Elpusztíthatatlan. Le van szárva. Szusszarok egyet. Istenem, köszönöm, hogy megmutattad nekem ezt a látomást, hogy erőt adtál, és átsegítettél ezen a válságon. A hitem most már erősebb, és bármennyit is szenvedek, meg fogok állni bizonyságomban. És dicsőséget hozok rád. Ez így nem mehet tovább. Ha meghal, abból bajunk lesz. Tényleg kemény, Dió. Ilyen a mi szerencsénk. Vigyétek a fogdába. Aztán majd kitaláljuk. Ez a nő hívő. Úgyhogy jól neveld meg. Jó, meg lesz. Menj arrébb! Ne áld el az ajtót! Kaja idő. Egyél. Mm.
Hogy merészeled kiköpni? Egyél! Kiszáradt torkom. Nem tudom lenyelni. Elég ebből! Azonnal edd meg! Nyerd le! Gyűrd le! Gyerünk! Gyerünk! Nyerd le! Le! Edd meg! Nyelj! Hajrá! Edd meg! Különben megbánod! Zabálj! Te tudod, hogy mit követett el? Az már elég ahhoz, hogy lecsúsz játsz. Tényleg, hívő? Most majd mi eljátszunk. Mikor lesz már kaja? Te ott! Gyere csak! Mit akartok tőle? Kós legyen! Gyere ide! Ülj le! Egyetek el! Maradjunk! Nem mozogj! Most pedig megmutatom nektek a tudományomat. Ez az! Csináljunk neki új frizurát? Ha már úgy is hívő. Csináljunk belőle boszorkányt! Boszorkány frizurát neki! Gyere csak! Új frizurád van! Tetszik? Te gyönyörű lettél! Bizony! Csodás! Nem pont olyan, mint egy taoista apáca? Vágd le az egészet! Fogd a haját! Vágjad, vágjad, vágjad! Vállásos hülye! Te meg a hited! Ez nagyon vicces. Vágjad! Még egy apáca frizura! Afro frizurát neki! Hinni akarsz? Ostoba hívő! Istent akarod? Istent? Vallásos hülye! Nézzétek, hogy kell! Gyere neki, apró! Ostoba hülye! Megkapod! Nézzétek! Ah, hülye idióta! Hát szem már biztos nem lesz. Mint egy idióta. Szem már nem lesz. Én nem sajnálom. Hogy nézhetve volna? Amikor szenvedéssel szembesülsz, tedd félre a testtel kapcsolatos aggályaidat, és ne panaszkodj Istenre. Amikor Isten elrejtőzik előled, hinned kell ahhoz, hogy kövesd őt. Hogy megőrizd korábbi szeretetedet, és ne hagyd, hogy az elapadjon. Nem számít, hogy Isten mit tesz. Neked alá kell vetned magad az ő tervének. Inkább átkozd el a saját testedet, mint hogy őre panaszkodj. A megpróbáltatások során eleget kell tenned Istennek, akkor is, ha keservesen sírsz, vagy ha meg kell válnod egy szeretett tájtól. Csak ez az igazi szeretet és hit. Istenem, bármilyen gyötrelemmel kell is szembenéznem, követni foglak téged. Megvetem a nagy vörös sárkányt. Minél inkább kínosz, annál inkább akarlak szeretni és eleget tenni neked. Uram, megvan! Chen Xinjie, Chiuqiang városbeli lakos. A férjének szerelő műhelye van. A lánya középiskolás. ‎235-ös. Jelen. Látogatód van. Befelé. Mégis hogy bánhatnak így vele? Szörnyetekek. Xinjie. Ülj le! Ha
Kísérjétek át. Menjünk! Szincsi! Nem érhet hozzá! Hé! Üljön le! Mit tettek veled? Hogy bírod elviselni? A rendőrfőnök azt mondta, hogy ha elmondod nekik, amit tudsz, akkor hazavihetlek. Így van. Csak mondja el, hol a gyülekezet pénze, és hogy ki a vezetőjük, és szabadon távozhat a férjével. Hívja. Háó, Jüje! Köszönj anyukádnak! Anya! Jüje! Hol vagy? Az osztályfőnök és a többiek azt mondják, szekta vezér vagy. Zaklatnak. Keresztül néznek rajtam. Minden nap csak egy sarokban kupargok és sírok. Anya, ugye jól vagy? A rendőrök megvertek. Annyira aggódom érted, és nagyon hiányzol. Mikor jössz haza? Anya! Szeretné, ha a lánya is itt lenne? Beszéljen. Nem kérünk sokat. Csak adjon meg egy címet, ahol a pénz van. Egyetlen címet. És a családja újra együtt lehet. Jó? Jöve, semmi baj. Anyával minden rendben lesz. És ma hazamegyünk. Ne sírj. Talán elmondhatnék valami lényegtelen. Nem lehetek Júdás. Nem árulhatom el Istent. Istenem, annyira fáj. Kérlek, őrködj a szívem fölött, hogy diadalmaskodhassak a sátán kísértésein. Népemnek mindenkor résen kell lennie a sátán cselszövéseivel szemben, őrizve értem az én házam kapuját, hogy elkerüljék azt, hogy a sátán csapdájába essenek, amikor már túl késő lenne megbánni. Akit egyszer letartóztatnak, az magával rántja az egész családját. A lánya olyan fiatal még, és ő is magával együtt szenved. Ezzel nagyon sokat árt neki. Ha maga tovább makacskodik, a lányának esélye sem lesz, hogy főiskolára menjen. Tényleg tönkretenné a lánya jövőjét? Há? A kommunista párt elnyomja a hívőket, de a családunkat miért rángatják bele? Letartóztattak?
megkínoztak. És most a családomat zaklatják. El akarják venni a lányom jogát a főiskolától. És a férjem munkáját is. Törvényes ez egyáltalán? A családunk ide jutott, a lányom szenved. És ez mind a maguk hibája. Mégis engem tesznek felelőssé. Szégyentelenül kifordítják a tényeket. Maga! Szincsi, ne mondj már ilyeneket. Ha a vallomásodat akarják, add meg nekik, jó? Tudod te, mi a következménye annak, ha valaki elárulja Istent? Hány testvért fognak még letartóztatni és megkínozni? Hány családot fognak szétszakítani? Hány élet vész oda? Ha elárulnám Istent, hogy a családunk együtt lehessen, ember volnék egyáltalán? Lenne bennem méltóság? Te csak menj haza. Én nem árulom el Istent. Őrült vakbuzgóság! Maga magasrangú vezető. Kifelé! Szincsi! Mozgás! Szincsi! Szincsi! Basszus. Már egy hónap eltelt. Nem találtunk se pénzt, se egyetlen nevet. Az időnket vesztegettük. Az ilyen vallási őrülteknél a kínzás válik be a legjobban. Meg kell mutatnunk nekik. Így van. A kormány azt mondta, akár agyon is verhetjük. Akkor meg mit aggódunk? Pontosan. És mit érnénk el vele? A mi célunk az, hogy beszéljen és megtaláljuk a gyülekezet pénzét, valamint vezetőit. Egy ilyen szívós nő esetében valóban elég a kínzás? Szükségünk van egy stratégiára. Tudtam, hogy ön kieszel majd valamit. Vigyétek azt a kettőt egy nagyon jó helyre. De meleg van. Befelé! Hú, Jücsim, gyere ki! Mindenem viszke. Léci, akar meg a hátam. Most itt töklünk meg. Az biztos. Ne vegyél levegőt, anyu. Te meg mit bámulsz? Menj hátra! Gyerünk. Ha nem mész. Miért vagy itt már megint? Csak prostitúció miatt. Nem csaltam törbe elég pasit a zsaruknak. Rohadékok. Mintha fejős tehenek lennénk. Ahogy mondod, a kommunista párt kutyái. Fizetnek a szolgálatainkért, aztán meg letartóztatnak. Pokolba velük. Hogy lehet ilyen meleg? Menj arrébb, nem férek el. Ez a hely nem embernek való. Ez egy lepratelep. Ha összeszednék valami nemi betegséget, például AIDS-et, hogy tudnék így tovább élni? Hogy tudnám végezni a kötelességemet? Nagyon zsúfoltan vagytok itt. Gyere, aludj velem. Ott van elég hely. Na, gyere, gyere, menjünk. Gyere már! Ez förtelmes. Olyan, mint a moslék. Ennél még a moslék is jobb. Egyáltalán nem vesznek ember számba minket. Mi más tehetnénk? Minden nap ezt kapjuk. Hánynom kell tőle.
Mindig ez van. Jól vagy? Mondjuk. Hogy van a lányod? A rendőrök elválasztottak minket. Nem tudom, hová vitték. Amikor viszont láttam, az arca és a feje össze-vissza volt verve. Aztán később a családom hazavitte. Még azt a szegény kislányt sem kímélik. Ezek állatok. Meg kell állnunk az Isten melletti bizonyságtételünkben. Ha nem állunk szilárdan, és szégyent hozunk rá, az a mi kudarcunk, és az életünk zsíli meg. Halljuk a második szabályt. A reggeli ébresztő hangjára azonnal fel kell kelni. Állj! Te teljesen hülye vagy! Még mindig így dadogsz! Állj a falhoz! Gyerünk! Ide! Fordulj meg! Karokat fel! A lábadat is! Ezt érdemled! Csenszincsie! Jelen. Mondd fel a hatodik szabályt. Hatodik szabály. Ha valaki megszeg egy szabályt, szólj neki, hogy hagyja abba. Jelensd a személyzetnek. Állj. És ne falazz. Túl lassú vagy. Állj a falhoz! Mit bámulsz? Hé! Hagyd már békén. Csúnyán elbántak vele. Ne büntesd meg. Őj vissza! Legközelebb kapd össze magad! Következő! Sun Xiaofeng! Micsoda hőség. Kaja ocsmány volt. De mennyire? Egy csepp olaj sem volt benne. Néha még homok is kerül bele. Amikor figyelj csak! Vége? A csuklód elég csúnya. Én tudok masszírozni. Segíthetek. Ne is törődj vele. Tényleg nem gond? Ne. Úgy sincs semmi dolgunk. És egy kis masszázs segít, hogy meggyógyulj. Nos, szóval... Hallom, hogy mindenható Istenben hiszel. Tudod... Az anyósom is hitt benne. Szerettem volna többet megtudni erről, de lefoglalt a vállalkozásom. Aha. Figyelj csak, beszélnél nekem róla. Követni akarod Istent? Igen. Akkor az a legfontosabb, hogy igazán higgy Istenben. Itt nem olvashatjuk Isten szavait, csak imádkozunk, és mindent Isten kezébe helyezünk, ő pedig velünk lesz. Igazad van. A hit csodálatos dolog. A hívők segítenek egymáson, tele szeretettel. Felajánlásokat tesznek a szükséget szenvedők megsegítésére. Én nagyon csodálom a gyülekezet vezetőket. Hé, nővér, te nem vagy vezető? Ennek semmi köze a hithez. Ha követni akarod Istent, beszélek neked arról, hogyan munkálkodik. Az jó lenne. Ez a Chen Xinjie hihetetlen. Nézd meg a dossziéját. Már odaszóltam a fogdának. Ők segíteni fognak.
Kirogták a vizet. Lehet vételezni. Sorakozó. Gyerünk! Mozgás! Király! Nem rossz. Király! 2 10-es. Két 2-es. Te jössz. Hé! Szincsie! Szincsie! Egy városból származunk. Gyere ide! Írtam neked üzenetet. Olvasd el! Írj vissza! Hé! Ne menj el! Hé! Hé! Segíts eljutatni hozzá! Tessék! Ezt neked hoztam. Nem kérem. Ó, akkor felolvasom. Nővér, az evangélium terjesztéséért zártak be, és 1,5 évre ítéltek. Még egy hívő, de béna. Nővér, az evangélium terjesztéséért zártak be, és 1,5 évre ítéltek. Téged is ezért tartóztattak le. A rendőrök kínoznak és vallatnak, hogy eláruljam a gyülekezetet. Próbálták átmosni az agyam. Itt minden nap egy örökké valóság. Nővér, el tudom képzelni, hogy mennyit szenvedtél. Bárhogyan is nyom el minket a sátán. Imádkoznunk kell. És meg kell állnunk bizonságunkban Istenért. Ezen a szörnyű helyen segítenünk és támogatnunk kell egymást, hogy átvészeljük. Kérlek, írj vissza, ha tudsz. Lehet, hogy tényleg hívő. Visszaírjak neki. Hozz még 2 csomag kekszet. Nem. Nem cselekedhetek vakon. Istenem, nem tudom, mit kezdjek ezzel. Kérlek, nyisd fel a szememet. Mindig ébernek és várakozónak kell lennetek, és többet kell imádkoznatok én előttem. Fel kell ismernetek a sátán ármánykodásait és cselszövéseit. Ismernetek kell a lelkeket, az embereket, és meg kell különböztetnetek mindenféle embert, eseményt és dolgot. Ide mindenki! Sorakozó! Gyerünk! Mozgás, mozgás! Hé, Szincsie! Az üzenet! És én miért nem tudok erről? Csend legyen! 1 2! Hallod? Az ott, Juan Gohua, a rendőrségnél van. Nemrég fizetett a szolgáltatásaimért. Ismeritek egymást? Fontos bejelenteni valunk van ma. A nagyvörös sárkány rendkívül agyafúrt. Visszataszító. Az ideológiai nevelés. Istenem, köszönöm, hogy megoltalmaztál. Így a hazafias nevelés. Chen Xinjie! Jelen. Látogatód van. Meglátjuk, mit tudunk elérni. Nővér, gyere be, foglalj helyet. Gyere, ülj le. Leülhetsz. Asszonyom, levenné róla a bilincset? Szeretnénk, ha magunkra hagyna. Köszönöm. Nővér. A vallásügyi hivataltól jöttünk. Azért vagyunk itt, hogy megmentsük. Így van. Tud róla, hogy hamarosan elítélik? Így igaz. Ez az egyetlen reménye, hogy kijusson innen. Adjon hálát az Úrnak. Akkor előbb imádkozzunk, aztán beszélgessünk. Jó. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenható Isten, nem tudom, milyen fortéllyel hozakodik most elő a sátán. Kérlek, adj nekem bölcsességet. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hála az Úrnak. Hála az Úrnak. Nővér, mi mind testvérek vagyunk az Úrban. Egy nagy család. Igen. Mióta hisz Istenben? Hol terjesztette az evangéliumot? Igen. Lehet, hogy mi is jártunk ott. A hozzátartozói is hívők. Mit akarnak ezzel? Azért vagyunk itt, hogy megmentsük Önt. Ön mindenható Istenben hisz, vagyis rossz úton jár. Mindenható Isten egy hétköznapi ember. Csak az Úr Jézus, a Krisztus, és csak ő képes megmenteni Önt. Amen. Ha Ön egy embert követ, vajon elnyerheti Jézus helyeslését, amikor ő eljön? Elragadtatik majd? Biztosan nem. Önt letartóztatták, vallatták, megkínozták. Mert az ön hite helytelen. Ha nem tér meg, nem csak börtönbe kerül, hanem a mennyországba szóló belépőjét is elveszíti. Mi haszna a hitének? Azt mondják, hogy a hitem helytelen. Igen. Így van. Milyen alapon mondják ezt? A Biblia alapján, vagy Isten szavai alapján? A saját képzelődéseik, vagy a párt propagandája alapján? Maguk egyre csak káromolják Istent. A Szentlélek káromlása nem bocsátatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben. Ön szerint mindenható Isten a visszatért Úr. Milyen alapon vallja ezt? Az Úr Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Mindenható Isten, a visszatért Úr Jézus. Hiszem ezt az alapján, hogy minden szava igazság, Isten hangja. Mindenható Isten minden igazságot kimondott, amely ahhoz szükséges, hogy megtisztítsa az embert. Feltárta 6000 éves tervének titkait. A világ sötétségének és gonoszságának gyökerét, és az ember sátán általi megrontásának lényegét. Beszélt az ember sorsáról és rendeltetési helyéről. Az ítélet munkáját végzi Isten házán kezdve. Feloldja az ember bűnös természetét, megmenti az embert a bűntől, és elviszi a királyságába. Mondják meg, egy hétköznapi ember elvégezhetné mindezt a munkát? Kimondhatna igazságokat, végezhetné az üdvösség munkáját? Mindenható Isten olyan hihetetlen munkát végzett, de maguk ezt nem látják. Hát nem vakság és ostobaság ez. Bármilyen szépen hangzik mindez. Csak nézzen magára. Megoltalmazta Önt mindenható Isten? Megmentette Önt a nehézségektől? Nincs még mindig börtönben? Ha továbbra is ilyen makacs, nem csak a börtönt, az életét is kockáztatja. Megéri ez? Mi a három önálló egyházhoz tartozunk, van egy nagy épületünk, és a kormány támogat. Hát nem jobb ez, mint mindenható Istent követni? Miért olyan elszánt, hogy a végsőkig követi ezt az utat? Miért? Most még meggondolhatja magát. Csak ismerje be, hogy tévedett a hitében, és térjen meg az Úrhoz. Az Úr Jézus megbocsát majd. És a kormány is elnéző lesz Önnel. Hazatérhet velünk, és imádhatja az Urat nálunk. Hát nem lenne nagyszerű. Ismerik maguk az Úr Jézust? Fogadni mernék, hogy nem. Hisznek az ő nevében,
de nem ismerik az ő lelkét, és még kevésbé értik az ő szavait. Az Úr Jézus azt mondta, és aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét én értem, az megtalálja azt. A Jelenések azt írja, de a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye. Ez a második halál. Maguk azért nem merik Isten követni, mert félnek a párttól. Elnyerhetik így az életet. Mi nem egy nyelvet beszélünk, csak az idejüket vesztegetik rám. Nem árulom el Istent. Maga olyan makacs, mint egy összvér. Menjen csak börtönbe. Mozgás! Gyerünk! Itt várjatok! Az a kettő hátul mindenható Istenben hisz. Viseljétek gondjukat. Maguk hárman, ehetnek. Mozgás! Maguk, jöjjenek velem! Ne mozduljanak! Vetközzenek le! Miért? Amit mondok! Vetközni! Visekedj! Nincs magukban emberség! Már megint kezdik. Levetköztették. Nem látok tőled. Most te jössz! Vajon őt miért hozták ide? Barbárok! Szörnyetegek, szedjék amit mondunk! Magukat! Miért büntetik őket? Mit követtek el? Ki tudja? Anya szült mesztelenek. Pucérak. Felkelni! Felállni. Azt mondtam, felállni! Állj egyenesen! Kezeket tarkóra! Kezeket tarkóra! Most! Tarkóra! Tedd szét! Szét a könyököt! Megalázni kellene őket. A mindenségét. Sajnálom őket. Szerencsétlenek. Nézzük csak. Lábakat szét! Megérdemlik. Az egy dolog, hogy megbüntetnek, de nem lenne szabad így megalázni embereket. Ez erkölcstelen. Annyira aljas dolog. Ezt érdemli az ilyen. Fordulj szembe a többiekkel, és kezdheted a guggolást. Mit bámulsz, guggolás? Gyorsabban! Le! Le! Gyorsabban! Csináljátok már! Guggoljatok! Fel! Csináljátok már! Gyerünk, gyerünk! Gyorsabban! Mi van? Nem megy gyorsabban? Ez az! Ez az, most le! Na, gyerünk! Guggoljatok! Le is jó!
Csináljátok már! Jézus, megérdemlék! Figyelem, mindenki! Ezek ketten vallásosak! Meg is érdemlik. Szégyentelenek! Ostobák! Ha bárki hisz közületek, ugyanígy fogja végezni! Hallottátok? Le! Hé, te! Hol az Istened? Nem jöttél? Tényleg? Hol van Isten? Imádkozz csak hozzá! Úgy bizony. Imádkozz! Hadd lássuk, megmente Isten! Imádkozzatok csak! Fel! Na, ki fog megmenteni titeket? Vallásosnak lenni nem bűn. Miért találzák így őket? Ezek a zsaruk, gonoszak, állatok. Hát nem kínos. Fel! Le! Fel! Tartsd a lépést! Ott állj meg! Rózik! Most megkapod! Utolsó ribanc! Isten, majd adok én neked! Ne szedj! Ne szedj, hogy se megöllek! Még mindig hiszel? Most megkapod! De most csak! Megöllek! Majd adok én neked! Most véged van! Engedjetek oda! Felkelni! Szétverem a fejedet! Isten takarod! Te rihant! Megöllek! Megkapod a magadét! Isten takarod? Te disznó! El az utamból! Kutya! Felkelni! Most megkapod! Most megkapod! Rohadék! Menjünk! Csau, nővér. Jól vagy? Meg vagyok. Ez meg mi? Sugdalózunk! Talpra! Le a kabátot! Gyerünk! Ne szarakodj! Egy, kettő! Állj egyenesen! Ha megmoccansz, megbánod. Nem én fegyelmezlek titeket. A börtönőr utasítása. Hívők vagytok. Úgyhogy súlyos büntetést érdemeltek. Ti vagytok a ranglétra legalján. Szóval, ne engem hibáztassatok, ha itt hagylak megfagyni.
Állj egyenesen! Mondom, egyenesen! Ne mozdulj! Ha megmozdulsz, kapsz egyet! Istenem, majdnem két napja fagyoskodom itt, és enni sem adnak. Azt akarják, hogy megfagyjunk, vagy éhen haljunk. Ó, Istenem, kérlek, adj nekem erő, hogy el tudjam viselni ezt a szenvedést. Na jó, ennyi elég lesz. Felkelni, munkára. Mozgás! Ne csosszok már! Járjon a kezed! Gyorsabban! Húzz bele, jomorult! Nem érünk rá egész nap! Igenis. Ha nem érsz a végére, velem gyűlik meg a bajod! Ezt az adagot pár napon belül be kell fejezni. Pörgessétek fel a tempót! Igen, asszonyom. A múlt hónapban a műhelyetek nem teljesítette a kvótát. Csoportvezető akarsz maradni? Ha ez így megy tovább, meghosszabbítják a büntetésed. Kérem, ne! Reménykedtem, hogy előbb szabadulhatok. Ne aggódjon. Ígérem, hogy ebben a hónapban meg lesz a kvóta. Ha bárki lazsál, nyugodtan vert fél holtra. Ha gond lesz, majd én megoldom. Értettem. Húzzatok bele! Addig nincs alvás, amíg nem végeztek. Hé, hey, mit művelsz? Elaludtál! Gyere csak ide! Aludni akarsz? Most megkapod! Még mindig álmos vagy? Vissza a helyedre! Mozgás! Ha van még, aki álmos, szívesen segítek! Ki az ágyból? Ki az ágyból? Munkára! Munkára! Jó, segítek! Gyerünk, fel kell kelnünk! Francban, napi két óra alvás. Ki az ágyból? Egy-kettő? Úgy bennak velünk, mint a rabszolgákkal. Olyan fáradt vagyok. Megöllek! Nesze! Nem fejezed be a munkádat! És ezért nekem kell többet ülnöm! Ezt megkeserüled! Megöllek! Megöllek! Most véged van! Többet nem fogsz lazsálni! Kicsinállak! Ti is kértek? Akkor húzzatok bele! Megkussolsz! Megöllek! Vigyétek ki! Cafka! Alig dolgozol! Szórakozol velem, vagy mi? Gyere csak! Állj be a csatornába! Ajolj le! A lábad egyenes! Kezded a bokádra! Fejed le! Lejjebb! Egyenes a láb!
mocsadék! Nem erészelj aludni! Húzd bele! Figyelem! Holnapig be kell fejeznünk! Amíg nincs kész, senkinek nincs alvás! Még több túlóra. Te meg mit csinálsz? Szerinted ez elég sűrű? Te szinte kéred a verést. Kezd előről! Gyerünk, mozgás! Ha kész vagytok, irány vissza dolgozni! Ezek a démonok éjjel-nappal dolgoztatnak. Addig nem nyugszanak, amíg bele nem halunk. Mikor szabadulok már erről az elátkozott helyről? Chen Xinjie! Te ribanc! Elmész enni, holott be se fejezted a munkát? Gyere csak ide! Hajolj le! Forogj! Te hülye! Rohadj meg! Te szarházi locsó! Hülye vagy, mint a segg! Te szerencsétlen! A ti hülyeségetek miatt nem tudjuk teljesíteni az előirányzatot. Ha emiatt meghosszabbítják a büntetésemet, te is megkapod a magadét! Ennyi volt! Műszak vége! Miért nem megy ez nekem? Miért nem tudom jól csinálni? Ez az Úr próbatétele, az ő szeretete. Szóval Fang Min hívő. Ha nem dolgozom jól, meghosszabbítják a büntetésemet. Mit tanulhatok ebből? Az Istenbe vetett hitében Péter igyekezett mindenben megfelelni Istennek, és alávetni magát annak, ami Istentől származott. A legcsekélyebb panasz nélkül elfogadta a fenyítést, és az ítéletet, ahogyan a finomítást, a nyomorúságot és a nélkülözést az életében, amelyek közül egyik sem tudta megváltoztatni Isten szerető szívét. Hát nem ez volt az Isten iránti leghőbb szeretet? Nem ez volt a teremtett lényre ruházott kötelesség végrehajtása? Akár fenyítésben, megítélésben, akár nyomorúságban, mindig képes vagy arra, hogy elérd a halálig tartó alávetettséget, és ez az, amit egy teremtett lénynek el kellene érnie. Ez az Isten iránti szeretet tisztasága. Ha az ember képes ennyit elérni, akkor alkalmas teremtett lény, és nincs semmi, ami jobban eleget tenne a teremtő szándékainak. Nem kellene folyton azt kérnem, hogy hamar szabaduljak, hogy megmeneküljek a szenvedéstől. Isten oly sokat szenvedett értünk. El kell határoznom, hogy vállalom a szenvedést. És megállok a bizonyságtételemben. Húzd bele! Te ott, gyorsabban! Ne szarakodj már! Hé! Kelj fel!
Ébresztő! Felkelni! Ne jázd a halottat! Gyerünk! Hé, majd azt mondják, hogy váratlan betegség végzett vele. Mi ez a terefere? Dolgozni! Ha nem végeztek időben, maradhattok tovább! Egy-kettő! Mindig is lassú voltál. Most sem kapkodod el, mi? Istenem, szeretném megosztani az evangéliumot Fang Minnel, de még nem találtam rá alkalmat. Mikor tehetem meg? Figyelem! Fogy a nyersanyag. Ha végeztetek, menjetek pihenni. Majd szólunk, ha lehet folytatni. Ez fantasztikus. Soha nem fogytunk még ki. Hogy fordulhatott ez elő? Végre pihenhetünk. Gyerünk, egy-kettő. Pihenjünk egy kicsit. Menjünk. Azt mondod, mindenható Isten a visszatért Jézus? Igen, ő az. A lelkészem szerint mindenható Isten egy hétköznapi ember, vagyis ti mind egy emberi lényben hisztek. Nővér, én tudom, hogy jó ember vagy. Kérlek, légy óvatos. Nővér, jól tudom, hogyan érzel. De sok bibliai profécia szól arról, hogy az Úr emberfiaként tér vissza. Az emberfia olyan, mint egy hétköznapi ember, nem? Akkor honnan tudhatjuk, hogy ő-e az Úr visszatérése? A legfontosabb, hogy figyeljünk Isten hangjára. Tudod? Amikor az Úr Jézus eljött, úgy nézett ki, mint egy hétköznapi ember, de képes volt igazságot szólni és megváltani az embert. Ezért ő volt az Úr, ő volt Krisztus. Mindenható Isten több milliónyi szót fejezett ki. Ha ő ember volna, adhatott volna nekünk ennyi igazságot? Ez logikusan hangzik. Utána kellene néznem. Beszélj még erről. Idézek az ő szavaiból. Te pedig mondd meg, hogy Isten hangja-e. Végre kijutottam. Ó, Istenem! Te megmentettél engem arról a helyről. Egy második életet adtál nekem. Istenem! Továbbra is követni akarlak téged. És még ha újra börtönbe kerülök is, alávetem magam a te rendelkezéseidnek. Megállok bizonyságomban. És megalázom a sátánt.
作，许我们极大的信心，许我们极大的爱心，稍不小心就会失脚，因为这不工作，不同以往的任何一步工作，神成全的就是人的信心，既看不见又摸不着。神做的就是话语成为信心，话语成为爱心，话语成为生命，傲立举杯高于越过的星星，需要人都受极大的痛苦，百般的折磨，无论何时都不离开神，当人都顺服之心有极大的信心。